Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a sorozatban igyekezni fogok bemutatni Jordan Peterson 12 szabály az élethez című könyvét. Tervem az, hogy szabályról szabályra fogok haladni, és röviden prezentálom, hogy mi az ő álláspontja, illetve mik az én gondolataim ezzel kapcsolatban. Mint általában a legjobban akkor jár mindenki, hogyha elolvassa a könyved, hiszen akkor tudja megismerni a gondolatokat, az elképzeléseket, az abban vázolt koncepciókat legtökéletesebben. Azonban, ha valakinek nincs ez kedve vagy ideje, akkor remélem, hogy ez segítségére lesz. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Az ötödik fejezet, amivel ezúttal foglalkozni fogunk, röviden talán úgy szólna, hogy ne hagyjuk, hogy a gyermekeink megutáltassák magukat velük. Értve én ezt az alapelvet, már számtalanszor beszéltem erről különböző videókban. Úgy tűnik, hogy az emberek azt képzelik, hogy mindenki úgy szereti az ő gyermekeiket, ahogyan ők maguk, elfelejtvén azt, hogy akinek nincs gyereke, vagy más gyerekeit megfigyeli, benne egész más érzelmek zajlanak le, amikor látja annak a viselkedését. Visszautazván az időben egész másként gondolkodtak a gyermekekről, megtűrték őket a társadalomban, a közösségben, mert tudták, hogy egy nap majd hasznos tagjai lesznek annak a közösségnek felnövekedvén. Legalábbis a többségük. A közösség tagjainak érdeke fűződött ahhoz, hogy segítsék egymást, egymás gyermekeit a növekedésben, hogy közösen neveljék azokat, azon oknál fogva is, hogy közülük kerültek ki majd a következő generációk. Tehát ha mindenkinek volt gyermeke, akkor tisztában volt vele, hogy annak a párja valahonnan ebből a közösségből fog kikerülni. Ezért hát érdeken fűződik ahhoz, hogy minél jobb emberré váljanak ezek a gyerekek. Most ez számos oknál fogva is megtört, ezek a közösségek megszűntek, úgy, mint hogy a kisebb közösségek, a falu közösség, vagy a községek, most már kisvárosok azok, amik inkább jellemzőek, nagyvárosok, ahol egyáltalán nincs meg ez az összetartás az emberekben. Mindenki intézi a saját dolgát, el van foglalva azzal, hogy mi van vele, ezért hát nincs meg az a tudat, hogy nekem érdekem fűződik ahhoz, hogy milyen lesz a gyerek. Nincs is annyi gyerek mindemellett, ráadásul úgy vagyunk szocializálva, hogy a gyerek drága, valami, ami csak az erőforrásokat használja, túlnépesedés van, és még számos egyéb faktor az, ami közrejátszik ebben. A klíma, vagy az a környezet, amiben benne vannak a szülők, sokkal nehezebb tehát, mint amiben régen éltek. Más miatt nehezebb, inkább úgy fogalmazok. Talán a társadalom kicsit eltávolodott attól a gondolkodásmódtól, ami inkább segítette volna a gyermek korrekt felnevelését. Előjáróban ennyit talán, és elkezdeném ezt a fejezetet a következő idézettel. Mivel a gyerekek a többi emberi lényhez hasonlóan nem csupán jó, ezért nem lehet őket egyszerűen felügyelet nélkül hagyni, társadalmilag érintetlenül, hogy tökéletessé cseperedjenek. Nem is akarom hangsúlyozni, hogy én hányszor elmondtam már ezt. Még a kutyákat is szocializálni kell, ha azt akarjuk, hogy a falka elfogadható tagjaivá váljanak, a gyerekek pedig jóval bonyolultabbak a kutyáknál, ami azt jelenti, hogy sokkal valószínűbb, hogy rossz útra térnek nevelés, fegyelem és kellő bátorítás nélkül. Ugrunk egyet előre és folytatjuk. A figyelem hiánya legalább akkora vagy nagyobb kárt tud tenni a gyerekekben, mint a lelki vagy testi bántalmazás. Ez mulasztással, nem elkövetéssel okozott kár, de ugyanolyan súlyos és tartós. A gyerekekben kárt okoz, ha kegyesen, figyelmetlen szüleik nem tudják őket élesre, figyelmesre és éberre nevelni, ehelyett öntudatlan és megkülönböztethetetlen állapotban hagyják őket. A gyerekekben kárt okoz, ha konfliktustól vagy felfordulástól rettegő gondozóik többé nem merik kijavítani őket, és útmutatás nélkül maradnak. Ez az, amit látunk a legtöbbször a világban. A szülők jelentős része kerüli a konfliktust, mert azt gondolja, hogy a pillanatban az a jó érzés, amivel tulajdonképpen megfosztja a gyereket a figyelemtől és a fegyelemre neveléstől,
azzal ő valójában jót cselekszik, miközben feláldozza a hosszú távú sikerét annak a gyermeknek a pillanatnyi jólétnek az oltára. Ami legalább olyan nagy problémát okoz, mint hogyha testi vagy lelki bántalmazásról lenne szó, ami persze ok nélküli testi vagy lelki bántalmazást jelent. Nagyszerű, hogy megemlítette a kutyákat, mert talán ez így közelebb hozza mindenkihez a gondolatot, és arról nincs szó, hogy a kutyához hasonlítja a gyereket. Az analógiának nem az a lényege, hogy 100%-osan megfeleltessük a különböző gondolatpárokat abban. Az a lényege, hogy a logikát a felszínre hozza, hogy tesztelje a valóságot, illetve a logikáját, a rációt abban, amit állítunk. Azt fejezi ki ezzel, hogy ha egy alantasabb lényt, mint a kutyát, ami az emberhez képest primitívebb, azt is bele kell szocializálni egy közösségbe, egy csoportba, akkor hogy ne kéne egy gyereket, aki sokkal komplexebb. Azt várni, hogy majd valami mágikus módon az a gyerek bele fog nőni egy olyan szerepbe, ami megfelelő lesz a világban, az nevetséges. És nem is lehet naivitásra hivatkozni ebben az esetben, hanem az csak felelőtlenség. Következő hiba az legalább ekkora, és legalább ilyen szánalmas. A rosszul felépített, vagy akár teljesen hiányzó fegyelmezés okozta hanyagolódás, illetve rossz bánásmód lehet szándékos, világos, tudatos, hiába meggondolatlan szülői szándék következménye. De többnyire a modern szülőket egyszerűen csak megbénítja a gondolat, hogy nem fogják kedvelni, sőt szeretni őket a gyerekeik, ha megbüntetik őket valamiért. Az a lényege egy erős jellemnek, aki magabiztos, aki szilárdan áll az ő meggyőződésében, hogy nem érdekli, hogy ki az, aki kedveli, ki az, aki nem, hogy mit gondolnak az emberek róla, hanem megy előre és cselekszi azt, amiről hiszi és tudja, hogy helyes. Különösen a mi esetünkben, akik azt állítjuk, hogy mi a biblikus életformát hirdetjük a világban, mindenki, vagy legalábbis az emberek 90%-a, hanem több, úgyis ellene lesz annak, amit mondunk. Ha bárkit is az érdekel, hogy mit gondolnak az emberek, hogy azok kedveljenek engem, hogy kevesebb konfliktusom legyen velük, akkor lehetetlen hosszú távon járni ezt az utat. Az írás ezt úgy fogalmazza meg nemes egyszerűséggel, hogy az emberektől való félelem az tört vet, de aki bízik Jahuában, kiemeltetik. Tör pedig nem más, mint egyfajta csapda vagy háló. Az emberektől való félelem tehát egy csapda az ember lábai előtt, legyen az akár a gyereke, a munkatársa, a partnere, az akárki a világban. Hogyha attól félünk, hogy mi az, amit az emberek gondolnak, akkor óhatatlanul is el fogunk térni attól, ami helyes. Azonban, ha bízunk az Atyában, majd ő felemel minket. Értelemszerűen a világ nem fog minket felemelni, soha nem is emelte föl azokat, akik a helyes úton akartak járni. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutya.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!